az idei 8. évfolyam bolondra a levesen. Elsőként a Bécsi Keringőnket fogadjátok. Thank you.
Yeah.
Yeah.
különleges ízpontot láthatnak. De kezdjük is el! Az első párosunk Erzsi és Bertalan. Sziasztok, Bertalan vagyok. A magyar, a gyengeségem a sport. Sziasztok, én Erzsi vagyok. Erősségem a matek, gyengeségem a számolás. A ti kérdésetek, mi az Antarktisz fővárosa? Antarktisz fővárosa? De az nem éjszakon van. Lehetséges, akkor Grönland lesz, nem? Ez is honnan jött neked? Honnan tudjam, csak tippelek. Szerintem nagyon nagy hülyeséget mondtál. És ezt most miben gondolod? Hát az Antarktisz az éjszakon van, Grönland éjszakon van, ne hülyéskedjél már velem. De igen, éjszakon van. És azt mondtad, nem vagy ott körülbelül, nem? Körülbelül jó vagyok, de ez földrajz. Attól még történelem is lehet, nem? Mert hol van az a kérdés, hogy elfoglalták a törökök az Antarktiszt? Jó, és akkor mégis hol van? Lehet, hogy az USA-ba talán? Ott minden van. Igazad van. Akkor New York lesz, más város úgyse ismerek. Jogos. Végleges válaszunk New York. Köszi, hogy itt voltatok. De jöjjön is a következő páros, Emőket és Vizet. Sziasztok, én Emőke vagyok, erősségem matematika, gyengeségem a történelem. Sziasztok, én Gizi vagyok, erősségem a súlyemelés, gyengeségem a biológia. A ti kérdésetek, melyik a nehezebb? 1 kg vas vagy 1 kg pihe? Hát a vas. De várják, gondolkodjunk rajta. Mind a kettőnek azonos a súlya. Miért azonos a súlyuk? Mert mindkettő 1 kg. Azért a vas? Hát de 1 kg pihével nem tudsz edzeni, 1 kg vassal meg tudsz, nem? De a pihe nagyobb tömegben, mint 1 kg vas? Én nem tudom. Hagyjál már, pihe! 40 kg pihe nehezebb, mint 1 kg vas. Tudom. Akkor legyen a pihe. Akkor a végleges válaszunk a pihe. Ez is egy érdekes válasz volt. De jöjjön is a következő páros, Csízi és Nelly. Sziasztok, én Csizi vagyok, erősségem a szövegértés, gyengeségem nincs. Sziasztok, én Nelly vagyok, erősségem az, hogy szerintem szép vagyok, gyengeségem pedig a... A ti kérdésetek, mi a G-pont? G-pont? Hát... Matematikából volt? Valami... Szerintem, mikor körzővel x-eket rajzoltunk? Tudom! Igen, megvan, akkor ma megvan. Tehát akkor most mi lesz a végleges válaszunk? Válaszunk matematikából egy geometriai számolás. Köszönjük! De jöjjön a következő párosunk, Lajos és Karcs! Sziasztok, én Kocsi vagyok, erősségem a nyelvtan, gyengeségem a matek. A kérdésetek, hány betűből áll az ABC? Számolj, Kocsi. Hát akkor Q, P, U, N, N, C, D, 24. Szerintem 24. Mennyi? Akkor 31. 31. Jó van már, akkor a végleges válaszunk 34. De jöjjön még egy fergeteges páros, Mózes és Olga. Sziasztok, én Olga vagyok, erősségem a földrajz, gyengeségem a matek és az angol. Sziasztok, Mózes vagyok, és hát vérprofi vagyok mindenből. A kérdésetek, hány nap alatt kerül meg a föld a napot? Hány nap alatt kerül meg a föld a napot? Cselek. Hát egy nap alatt, mert éjszaka, nappa, éjszaka. Várjál meg, egyáltalán a föld a napot, vagy a nap a földet?
De hát a Föld nem keringi meg a napot. Mondjuk ez is igaz, a nap kering a Föld körül, úgyhogy ez hamis, ez nem jó. Ez hamis, vagy hát végül is igen. Nem tudom, mert a Föld is forog közben, de az nem kerül meg a napot. Szerintem nem. Amúgy ilyenkor nap éveket szoktak mondani. Valamilyen szinten mozog a Föld is, csak lassabban, mint a nap. De itt van egy pálya, itt forog a Föld, itt van még egy pálya, itt forog a nap meg a Föld, vagy nem tudom, és most konkrétan ezek váltogatják egymást a különböző kontinenseken. Az jó, és akkor hány nap alatt? A Föld a napot? Sehány. Legyen egy, úgyse tudjuk. Jó, a válaszunk egy. Viszont, de jöjjön az utolsó előtti páros, Marci és Júci. Sziasztok, én Marci vagyok, erősségem a biológia, gyengeségem tudtommal nincsen. Sziasztok, én Júci vagyok, erősségem a történelem, gyengeségem az irodalom. A kérdésetek, milyen állat a kacsacsőrű emlős? A. Madár, B. emlős, C. kétéltű. Szerintem a kétéltűt kizárhatjuk, hisz egyik állatnak sincsen több élete tudtommal. De... De hát a macskáknak 9 élete van. Mondjuk ez is igaz. De ha... De hogyha azt nézzük, abba, hogy kacsacsőrű emlős, abba benne van, hogy emlős. Nem lehet, hogy akkor emlős? Hát nézd már egy emlős, nem lehet ekkora csőre. Akkor te mire gondolsz? Szerintem madár, mert hát a nevében is benne van, hogy ez van a kacsaféleség. De hol lát ezen szárnya? Hát ott a két, és ott a két lába. Akkor a kacsacsőrű emlős most ezen a képen repül. De ekkora szárnyakon nem lehet repülni. Akkor két éltű, madár és emlős is egyben. Olyan lehetséges. Itt van, látod. Most meggyőzték. Akkor válaszunk azt, hogy két éltű, mert madár és emlős is egyben. Jó tudjuk. De jöjjön is az utolsó párosunk, Tina és Gina. Sziasztok, én Gina vagyok. Erősségem a kémia és a rajzolás, gyengeségem a matek. Sziasztok, én Tina vagyok. Erősségem a kutyáltatás, gyengeségem a matek és az éneklés. A kérdésetek. Hány hónapból áll egy szökőév? A. 12, B. 11, C. 13. Nekem valami olyan érzésem van, hogy ilyenkor egyáltalán több hónapon egy év. Valami rémlik nekem is, de nem tudom mi, azt csak hallottam róla, úgyhogy halványlag gőzömsítve, igazad lehet. Szóval akkor 12 hónapban egy hónapban. Egy évben amúgy, de igen. Nincs ami, hogy szökő hónap. Nem tudom, mert vannak a 31-es, a 28-es és a 29-es hónapok. Tehát, hogy az egyikben több nap van, hogy nem tudom. Valami összefüggéset csak valamilyen oldal, vagy valamilyen oldal, nem tudom. De a holtának az a kiskagyom meg a Földet. 165 fel biztos, mert még Csányterem fenntöti nekem 5-ben asszom. Én a 13-at és a 11-et kizárom, szerintem 12-et. Én is, de lehet csak szökőjévnek hívom. Lehet, hogy szökőjév, viszont ugyanúgy 15 hónap van. De várj, nem valamiért nyilván több, azért hívek szökőjévnek. Nem tudom, hogy több vagy kevesebb, de mivel szökőjév, ezért nyilván több. És akkor most hogy hívják a 13. hónapot? Nem érted? A szökőhónapnak hívják, ami a szökőjévben van. Akkor mikor van szökőjév, nem hogy minden év szökőjév? Szerintem nem, mert akkor nem lennének 12, akkor csak 12 hónap, 13 hónap lennének, és nem lennének 12 hónap is. Akkor szerintem csak... Szökőjév a Covid-ben, mikor mindenek az ára így felszögött. Igaz, akkor a válasz 13. Köszönjük, hogy itt voltatok! További szépen, hogy mindenkinek vissza! We'll be right back.
rendőrség? Hát ez itt a kisteleki rendőrfőkapitányság. Én Jesszimó rendőrfőkapitány vagyok. Mi a probléma? Itt vagyok a kisteleki általános iskolában, és az évfolyam társaim, Lindsay, Magneto és Ricardo elütötték a panatnőmet Mandulát. 10 perc múlva ott vagyunk a mentőket és értesítjük. Mindenkit a kisteleki általános iskola udvarán három tanuló elütötte évfolyam társát. A bíróságon már zajlik a tárgyalás, kapcsolom önöknek. Jó napot kívánok, mindenki itt van? Akkor ezennel a tárgyalást megnyitom. Szólítom Szérgyváros Kancsót, hogy mesélj el a történteket. Éppen járkáltam a kisteleki általános iskola alsós udvarán. Mit keresett az iskola alsós udvarán? Kiengedte kerámia óráról, folytathatnám? Folytassa. Szóval az történt, hogy az évfolyam társaim Lindsay, Magneto és Ricardo vandálkodtak és elütötték Mandulát, a barátnőmet. Értem. Szólítom Lindsayt, hogy mesélj el a történeteket az ő szemszögéből. Én lenni gyilkos? Én lenni vádlott? Én nem bántani senkit. Szólítom a másik két vádlottat. Megengedett sebességgel haladtunk, nem csináltunk semmi rosszat, hagyjanak békén minket. Így igaz, ez történt. Kérem, beszéljen az egyes számú tanú Barbarossa. Nem is voltam a helyszínen, nem is ismerem őket. Mi a francért vagyok itt? Szólítom a kettes számú tanú Tuzsonnát. Én annyit láttam, hogy Mandula örült módon szaladgál az úton, a motorosok pedig minden szabályt betartottak. Érdekes, kérem szólaljon fel a hármas számú tanú Domestos. Barátom, meg kell igazat adnom, mert nem vettél. Katalizátor, mit mond ez ügyben? Hát nem mondták gyorsan. Most már felületőre rendel magát is, elegem van. Nehogy aztán én írjam föl magát. Mert ki maga, hogy beszól egy ügyvédnek? A sírköves, aztán vigyázzon, nehogy maga is, és a kancsul is följelni. Most már aztán elég legyen. Gyere, nem is elkezdhet neki így. Dr. Arbusz vagyok, és jogom van megvédeni egy ártatlan. Hagyják abba! Képesztével a barátnőre gyertek le! Hagyják abba! A nyertünk szemüccét a tárgyalóterhez! Hagyják abba! Beszállunk!
Thank you.
A város, amit állasztotta a bűn. Évente több fegyveres rablás, amit állja, most itt vagyunk. A föld mélyén vandafáról, fegyver és olyan anyagok kereskedelme zajlik, amit az elsősök előtt nem mondható. Most nézünk erre egy példát, egy fantasztikus történet. Jó napot! Uram! Ön eladó? Nem, én már nős vagyok. De vásárolni szeretnék. És ez kit érdekel? Én öntől szeretnék vásárolni. Mert tetszett szőnyeg a kirakatban? Na és hirtelen föllángolás, majdnem. Akkor a reklámokon miért írják azt, hogy kedves kiszolgálóik várják vevőiket? A reklám is azt írja, barátom, kedves vásárlóinkat várjuk, mert maga talán kedve... Szégyellje magát, ide se jövök többet vásárolni. Hát de most se vett semmit! Mi? Takarodjon innen! Mit csinál szemben? Hát elkergetted a bevőt! Hát tök kedves voltam, nem ez volt a szöveg? Őszintén, kedvesen kellett volna lehúznod. Így. Hölgyeim és uraim, sajnos annyira kevés időm van, hogy legjobb szándékom ellenére se tudom üdvözölni önöket. Legfrissebb termékem ez a mindent megszépítő spré, mely kopaszmacskát, rühes kutyát és talán még magát is megszépíti. Ahogy elnézem, magának szép nagy feje van. Gondolom, nem alaptalan a feltételezés, hogy kiskorában a szülei igen sokan borogatták rá az ebédlő asztalt. Gyakran jár össze a família. Igen. Igen, hát látszik, nem probléma. Még valami emberszerűt varázsolhatok magából. Teszteljük le. Igen, egy-két órán belül a hatását ki kell fejtenie, de azért továbbra se nézzen nagyon tükörbe, mert a napra lehet majd nézni, de magára nem. Fogadja ezt, amúgy zárójelben nem létező telefonszámot, és ha bármi kérdése lenne, hívja fel, úgysem az enyém. Ja? Ezt vigye magával, mert már felbontás után nem helyezhetem újra a forgalomba, azért megvárom, még kifizeti. Megmutatom én. Ez itt a világ legrealisztikusabb műkígyója. Ez annyiba különbözik az igazi kígyótól, hogy ez nem az. Szóval ez a műkígyó olyan realisztikus, hogy magára dobom és megijed. Megijedtél? Igen. Akkor jó. Ilyes játékom ez a zsákomaska, amiben akármi is lehet. Lehet benne akár pénz, egy csoki, vagy akár egy időzített CD. Aki kitalálja, mi van benne, megkaphatja ingyen, persze egy kis borra való és cserébe. CD? Nem, miért lenne benne csoki? A helyes válasz CD. Jó napot! Nincsen valami piu-piuja. Nem baj. Nincsen valami piu-piuja, lőni, halni tudni. Hát persze, hogy van, hát nézze. Milyen fényes, ugye? Kipróbáltam. Mindjárt én próbálom ki magát. Ne jedezzem, mert tudja, én a mókás ember vagyok. Vigyem minden! Vigyem, menjen! Ezt még itt hagytad? Hát ez elvitt a címényed, de se baj.
szeretlek betiteket. Mindegy. Sziasztok! Hú, gyerekek, nagyon kevés együnk van ebben a hónapban. Nekem csak 5. De most nem írhatunk javítót, majd később. De most felírjuk a táblára. Hát egyel több óra van, mint a mi múltkor volt. Tanárnő, 220. Köszönöm! Akkor felírjuk a táblára, hogy 220. óra, és aláhúzunk színessel, nekem most egy színem van, mert jön a tankerület, és megnézi. Most felírunk egy egyenletet, ami biztos, hogy benne lesz az érettségiben, én már érzem. De, és, de ezt majd otthon kell megoldjátok, mert megint kicsengettek, majd később találkozunk. Na, sziasztok, baby Bobby! Persze, én mindig ki tudlak titeket engedni időbe. Na, vegyétek elő a füzetet, kezdjétek el írni Petőfi életét. Született 1823. január 1-én, Kiskörösön, édesapja Petro. Tanárnő, lehetne lassabban? Mi van, lemerült a duracell? Nem veletek fel órán? Nem, az a következő óra. De várjátok, kéne egy térkép is. Jaj, de szeretlek én benneteket, de fogtok hiányozni. Folytatom. 1824-ben Kiskun Pélekházára költözött. Na, vége is van az órának. A frizurátokra majd énekből beírok egy ötöt. Na, kis popám, üljünk ki az asztal szélére. Mindenki vegyen lapot, a többit adja hát. Nem hiszem, hogy megint beászott a terem, valaki szaladjon majd a takarítóért. Nem mosolyogjál, mert elvisztek az orosz tesó. Egy 14 éves csóka itt pofátlankodik nekem. Menjél ki! Jó, de van. Hát jó volt, ha eddig nem találkoztunk. De fiam, ugyan tudod, hogy mit kell csinálni a telefonozzal, és éppen jön egy tanár. El kell hitetni, hogy anyukáddal beszélsz. Jó, hogy ez különbözik. Hát, azt hiszem már rég volt, de citromos teát bundás fenyérrel. Hát, focista barátom, gyere vissza! Eszter Blaháról. Anyánk egy éve kétszer szült, minden ilyen 9 évesek vagyok. Én Krisztián vagyok, csókolom. Ancsoró vagyok, sziasztok. Muzsika vagyok, támadnak. Rendben vagyok, és az álmom, hogy én legyek Romániában a legnagyobb életem. Rikárdó. Renátó. Renátó. Mit hoztatok ma? Östel Szabikától a Várakrát 2016. Kezdjétek! Egy éjszakát, tartnád a
Nekem nagyon tetszett az összhang, és a hangotok is nagyon jó. Én is így gondolom, a hangulat is nagyon jó. Hát a zeneválasztás is tökéletes volt, hát a produkció is, hát az előadás is, ez egy igen. Megtállítás részletes. Igen. Egy jó. Nekem is egy igen. Egy igen. Sziasztok! Honnan jöttetek? Bacs. Hogy hívnak? Renáta vagyok. Köszi. Én szemétől. Mit hoztatok nekünk? Jégvarázs. Kezdjétek! Szíved is égbe zárva, itt a világ felején. Tudom, hogy elrontottam, rémes tettem fán. Vajon hogy is volt, lehet mindegy már. A lelkem rég csak ettől fér, nagyon nehéz, hogy ma ez megtörtént. Hát jöjjön stay pontosan hány évesek is vagytok? 60. Hát a protokhoz képest ez a dal, ez nem volt jó. Újra kellett élnünk a gyerekkorunkban. Látszik, hát ez nekem egy nem. Igen. Hát nem is tudom. Legyen egy igen. Igen. Köszönjük! Yeah. Sziasztok! Újra nézműves Krisztián. Józsi. Emilia. És mit fogtok előadni? Kezdjétek. Fél már, a mai nára, meg akármi a hideg van, az ének, a fázlak, 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 a fázl
ébresztő, és ügyeneket teszel a nagyben őrözel. Úgy a szigetet, hogy tudod is bőri, ha rászok meg szeretet, ez semmi, amit érzel a napot. Mégsem való, mint a tenger, mert nem hozzá egy balsakó. Feléd néz, úgy csak ez egy sík. Most is van, hol a kocsá, és bekült hozzá le. Elhol a vérre, a szép jön a gombére, bőrkőzöm, yeah. Hát, ez remek volt, ez perfect, ez igen, ez még százszor is igen. Igen. Szöveg tökéletesen meg volt tanulva, szóval ez egy igen. Köszönjük. Köszönjük. Sziasztok! Honnan jöttetek? 8. kerület. És mit fogtok előadni? Ki ez az ember? És hogy hívnak benneteket? Csipsza. Akkor kezdjétek! Ki ez a csodálatos ember? Ki ez a gyönyörű szép ember? Ki ez a csodálatos ember? Ki ez az ember? Annyi gondolja, de nem sokkal egy olyan már. Este megnézzük körülök, az ember mit csinál. Együnk meg törgöket, arra jössz inni már. Készen meg törgöket, ettől leszek a király. Itt van az atya, lecsúszik a gatya. Nem mondd meg, hogy mit csinálja, benne lesz a tojpó. Gatya, ha neki az atya, de nem tűni, hanem állt azért az atya. Ki ez a csodálatos ember? Ki ez a gyönyörű szép ember? Ki ez a csodálatos ember? Szerintem ez nagyon szar volt. Ez egy nem. Végül is jó volt, de amúgy nem. Én is így gondolom, ez egy nem. Hát, a minőséget fenn kell tartanunk, ezért nem. Sziasztok! Hogy hívnak titeket? Hány éves ez a fiatal? 14 éve korra tartunk, tátor? Hát nem, de mi jöttünk én a számunkra. Hát biztonságért? Biztonságért! Kérem, menjen innen! Én meghallgatnám azért! Én meghallgatom, mindenkinek kell egy esélyt adni. Mit adtok elő? Tavasszirályt. Akkor kezdjétek. Oh, see, see.
nem nagyon tetszett. Megértem a Kalbeku, nem? Igen, megérte. Jó, én is egyetértek. Jó, hát ez megérte meghallgatni. Ez egy igen. 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 Nem. Következő. Sziasztok. Honnan jöttek? Érdőről jöttünk. És kik vagytok? Vagyunk a Vaskabili. Akkor ez egy családi produkció lesz? Igen. Akkor mutatkozzatok már. Én Lovas Ruhán Miguel vagyok. 35 éves. Én Rosália vagyok. Én Jenny vagyok. Csicsi Lomiszki. Ezt mondom. Én Mária vagyok. Lovas Kanuál vagyok. És mit fogtok előadni? Kun Mária a Rajosan. Akkor kezdjétek. Itt hoztatok? Hát,
Thank you.